Nem pózzál, öreg? Kérsz egy slukkot? Tessék felhívni valakit, aki hazaviszi. De nincs senki. Akkor is tessék felhívni valakit, ragaszkodom hozzá. Itt a telefon. Hívjon nekem egy taxit. 0620 75. Majd én hívok egyet, jó? Halló? Kávási Júlia vagyok. Margóval szeretnék beszélni. Nem tudom adni, édesanyám, már elmond. Igen, várok. Halló? Nem tudja megvárni anyámat. Meghalt. Milyen kedves hangja van. Asszonyom, nem érti, Margó meghalt. Milyen fiatalos maga hangja. Maga is ott volt a temetésén. Margó! Rosszul van? Te jutottál. Értesítsek orvost. Képzeld el, azt álmodtam, hogy a Bakonyban vagyunk. Hogy sétálunk a szőnyűn? Julian, én ezt nem hallgatom tovább. Emlékszel? 20 évesek voltunk, és olyan szépek. Most meg, nézd meg ezeket a mostani lányokat, csak nézd meg! Miért is a fiatal emberek? Azok se különben. Margó, Margó! Amikor először találkoztam Mártonnal, hát te is ott voltál. Azt hiszik a férfiak, hogy attól a sok szörtől olyan dögösek, de nem. A Mártonnak sima volt az arca, de olyan markáns, gyönyörű álla volt. És rögtön belém szeretett. Te, Margó, de a túróci fiúk, azok is udvaroltak nekünk. Igen. Hát akkor Isten veled, Margó. Martin.
Te vagy az.